tavaly júniusban adták át a városi uzodát Nyíregyházán. A sportberuházás volt az egyik legfontosabb eseménye az elmúlt évnek. Kovács Ferenc polgármester azt mondta, az építőipari árak jelentős emelkedése ellenére minden fontos beruházást tudtak folytatni. Igazából 2020-tól már sehol nem tudtunk kijönni az előre tervezett költségkeretünkből. Akkor az volt a kérdés, hogy leállítjuk-e, nagyon sok város ezt választotta. Mi azok között voltunk az élen talán, akik azt mondtuk, hogy befejezzük, és egyrészt van egy pénzügyi stabilitásunk, másrészt reméljük, hogy a kormány majd biztosítja a plusz forrásokat. Ez meg is történt, és ez 9 milliárd forintos végösszeget jelentett, ami mögött nagyon-nagyon sok projekt van. Van, ahol 34 millió, van, ahol 450 millió volt a plusz, de meg tudtuk valósítani, hogy konkrétokat mondjak, az uszodánk megépült, az atlétikai centrumunk tavaly elkészült, és hát nagyon-nagyon sok olyan program, aminek a keretében például az összes óvodánkat, összes bölcsődénket fel tudtuk újítani, szociális rendszerünket, amelyek hát nagyon-nagyon rászorultak erre, és most igazán jó kondícióban vagyunk a jövőre nézve. Jól illeszkedik a sapka kis Lego figura fejére. Nyíregyháza gazdasági életének egyik sarokköve a Dán Világ cég. Most az önkormányzat újabb 323 hektáros területtel bővíti ipari parkját, amelynek egy 70 hektáros részére már van komoly érdeklődő. A polgármester azt mondta, tavaly majdnem sikerült egy félvezetőket gyártó távol-keleti céget a városba hozni, de az utolsó rostán kiestek, mert nem volt megfelelő számú szakképzett munkaerő. A legrosszabb érzés másodikként kiesni, ugyanakkor egy óriási elismerés is valójában. Malajziába mentek, de hát ott a képzés volt talán a legfontosabb. Hát ott a 150 kilométeres körzetben épp egy évben 3-4 ezer olyan szakmunkás végez, aki ezt csinálja, és hát ezt tudnunk kell, hogy még a 80-as évektől kiszervezték az európai gyártók a csipgyártás, ugye, ami miatt az autóipari gyártás is most problémákkal küzdik ázsiai országokban. Tehát ezzel nem lehetett versenyezni. Ott egy lényeges szempont volt, hogy Európába hozzanak-e példanélkül még egy ilyen nagy gyárat, vagy odavigyék. Végül a biztonságra mentek, odavitték. Tavaly készült el a Kálói út és a Tünde utca kereszteződésében a körforgalom. A közlekedés fejlesztése ebben az évben is központban lesz a városban. Most előkészület alatt van a 15. körforgalom, ez a Vasvári Pár stadion Hímes utcában. Ugye folyik a stadion építése, az új stadion építése, amiatt is fontos, de anélkül is, tehát ott egy fontos bekötő út. Folytatjuk, a 5 milliárdot kaptunk, ez is példanélküli, a földutak aszfaltozására. Én azt abba bízok, hogy most ebben az évben már több mint 18 utat tudunk átadni. Nagyon-nagyon fontos a nagy körút. Itt nagyon komoly bejelentés várható néhány héten belül, és természetesen az egész közlekedési infrastruktúra, egyébként ha megjegyzem, az elmúlt 9-ben nem így fejlesztjük, akkor a befektetések területén nem jöttünk volna itt szóba. Ha nem lenne 41 ilyen modern buszunk, ami olyan menetrendel, ami a műszakhoz igazodik, az megint egy. Tehát rengeteg ilyen szempont van, ami mindenkinek jó, és ahogy szoktam mondani, új lehetőségeket is nyit, például a befektetéseknél. Tehát a közlekedési infrastruktúra, a 3 S-betűs utca, a Szarvas, Széchenyi, Szent István út felújítása folytatódik, illetve megvalósul ebben az évben. Elkészült tavaly a Nyíregyházi Állatpark legújabb attrakciója, az Indiaház. Ezek a látványtervek pedig már az újabb látványosságot, a jégkorszakot mutatják be, amely ismét vonza majd a látogatókat az állatparkba.